3, 2, 1! Konfetti eső kíséretében tették le jelképesen a dél-koreai WSCOV gyár alapkövét tavaly nyáron. A cég akkumulátorokhoz fog szeparátorfóliát gyártani a déli ipari parkban. Ugyan ide költözik a német Boyzen gyár és a kínai Sanwoda akkumulátorgyár. Ez utóbbi 580 milliárd forintos beruházással építi fel gyárát, ahol több ezren tudnak majd dolgozni. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere nem számol azzal, hogy nagy számban külföldi munkavállalók jelennek meg a városban. Például a WSCOV vezetője elmondta, hogy az 1292 helyre. Tehát nekik megvan pontosan, hogy milyen munkakörre akarnak hozni dél-koreai szakembert. Természetesen az első időszakban biztos, hogy lesz nagyobb számban, mert ez mindig a próbaüzem, a betanítás időszaka, tehát ez mindenütt így volt. Én 1989-ben dolgoztam ügyvédként svájci cégnél, akkor is volt 30-40. Ott dolgoztam bő 10 évig, amikor eljöttem 3-4 német volt. Tehát ez egy a kérdés nem ez, a kérdés az, amire a szakmafesztet csináltuk, hogy azok a főleg fiatalok, de mindenkire igaz ez, aki munkát keres, megtalálja-e a munkahelyet. Mert most sajnos egy nagyon-nagyon rossz pályán vagyunk. Egyrészt én évek óta érzékelem, azt mondják nekem a nagy cégek vezető, hogy nem találnak munkaerőt. Azt mondja, elmegyek az állásbőrzékre, tehát onnan találtuk ezt ki, egyébként a nagy cégek vezetőivel együtt, a szakmafesztet, a szakképzési centrum, nyilván a Paktum iroda, az önkormányzat koordinálta az egészet, ilyen az országban még nem volt, és 15 nyitott gyár volt, 15 céghez lehetett menni, hogy hát ezek az állásbőrzékek, a fiatalok azt mondják, hogy ők is szeretnének itt maradni, de mondjak már neki valami jó munkahelyet, mert nem talál. Tehát nem érnek össze a szálak. És ha ezt hozzáteszem azt, hogy a szakképzési centrum Nyíregyházi iskoláiban 2300 diák végzett. 3-400 közt ment tovább tanul egyetemre. A többi, majdnem 2000, az dolgozni szeretne, vagy dolgozni kellene. Idén januárban derült ki, hogy az Electrolux az év végével bezárja Nyíregyházi gyárát. Most kiderült, hogy a gyár nem marad üresen, a hőszivattyúkat előállító svéd Quantum vállalat költözik a helyére. A polgármester azt mondta, már itt vannak a skandináv cég munkatársai Nyíregyházán. Múlt hét előtti héten született a megállapodás. Ez is nagyon jó érzés, így utólag már elmondhatom, hogy a HIPÁ-val, kormánnyal, Electrolux-szal az önkormányzat együtt tudott működni, és persze egy ilyenhez nem állt a szerencse is, de gyakorlatilag ez egy óriási sikertörténet, egy olyan modern gyárról van szó, ami ebben a most a világunkban zajló ipari technológiai váltásba illeszkedik, ugye elektromos, elektromobilitás, tehát itt a házak fűtése, ugye, hát ebbe a mögöttünk álló és még benne lévő energiahelyzetben ennek a jelentőségét nem kell nagyon kifejtenem, nagyon-nagyon fontos, és bemutatták nekem, ez körülbelül egy ekkora kis készülék, tehát bárhol elhelyezhető, és hát gyakorlatilag egy nagyobb ház fűtését is meg tudja oldani. És nem beszélve a környezetszennyezésről, tehát ugye ez is a klímaváltozás miatti intézkedésrendszerbe tartozik, egy modern, környezetkímélő fűtési mód, és hát ők ezt már a következő év második felébe szeretnék elindítani, a gyártást. Egy csapatuk itt van már minden nap, és méri fel az Electrolux lehetőségeit, csinálják a terveket, hogy az ő gyártási technológiához mi az, amit változtatni kell. És hát az is nagyon fontos, ugye 650 ember dolgozott az Electroluxnál, az első leépítés az épp most lesz, és hát azért egy dolgozók jelentős részének tud munkát adni. A polgármester hangsúlyozta, a természeti értékek védelme elsőbséget élvez, így folyamatosan fogják vizsgálni a környezetvédelmi szabályok betartását.